A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, majd három nap múlva feltámadt és ezzel győzelmet aratott a halál felett. Hogy mit üzen Krisztus cselekedete a, mai, a ma emberének, és milyen kapaszkodót nyújt a hit, arról Barna kérdezi vendégünket. Köszönöm szépen, Manostali László Esperes, plébániai kormányzó a vendégem, dicsértessék az Jézus Krisztus. Mindörök kiámen és boldog húsvétot. Áldott ünnepet kívánok. Hadd indít csak már azzal, hogy ugye most is ugyanúgy történik a húsvét, mint 2000 évvel ezelőtt. De minden évben, szeméről szemére, egy picit mindig más. Ez miért van? Hát azt hiszem, hogy mi is, ahogy haladunk életünk útján, Ugye egyre idősebbek leszünk, talán kicsit másképp is látjuk a világot, több lesz a tapasztalatunk. Itt mindig más és más az, ami fontossá válik. Én idén úgy fogalmaztam magamnak, hogy, és nyilván ezzel most nem új dolgot mondok, de mégis érdemes kimondanom, hogy Húsvét akkor tulajdonképpen a világtörténelem legfontosabb eseményére emlékezünk. Arra, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Tehát mi az, ami ennél fontosabb? Erdő Péter Bíboros tegnap este úgy fogalmazott a Szent István Bazilikában, hogy Jézus feltámadása nagyobb, mint minden más emberi találmány. Tehát, hogy, hogy, ennél nagyobb nincs, mert mi emberek nem tudjuk feltalálni, nem tudom, az örök élet tablettáját. Tehát azt, amit Jézus ad nekünk, azt, hogy megnyitotta a mennyországot, az örök életet, a feltámadás, ez, ez megfizethetetlen, szinte átérezhetetlen, ehhez szükség van a hitre ahhoz, hogy ezt, ezt be tudjuk fogadni egyáltalán a lelkünkbe, és úgy gondolom, hogy idén ez nagyon fontos. Úgy is mondhatnám, hogy húsvétkor az életet ünnepeljük. És, és, mi az, ami fontosabb, mint az élet? És itt most nem is kizárólag csak a földi életre gondolok, mert mindannyiunk szívében ott van a remény, hogy örökéljünk, hogy, hogy ne a haláli legyen az utolsó szó. Mert ha a haláli lenne az utolsó szó, akkor, akkor az élet veszítene. És a húsvét pont arról szól, hogy az élet fog győzni. igen érdekes, hogy a húsvéti ünnepkörben ugye Krisztus megfeszítésétől eljutunk a feltámadásig, egy tragikus esemény a gyász, majd a várakozás, az öröm és a béke jön el a feltámadással is. Milyen jó lenne, ha egész évben mindig egy picit húsvét lenne. Igen, szóval az életünk is ilyen, hogy vannak hepék, vannak hupák, vannak mélypontok, vannak nehézségek, de azt hiszem, hogy a húsvét arról is szól, hogy tekintsünk a jövőbe. És a jövőben mindig ott van a remény. Tehát akinek a szívében ott van a remény, az nem csüggethet. Persze, mindannyiunknak lehetnek rossz napjai, lehetnek nehézségeink. Van, amikor úgy érezzük, hogy igen, most, most eléggé magam alatt vagyok. De hogyha hiszek a feltámadásban, hogyha hiszem abban, hogy az élet erősebb a halálnál, akkor a szívemben ott van az a remény is, hogy lesz ez még jobb. És erről meg pont Ferenc pápa beszélt tegnap este a Szentpéter Bazilikában. Nagyon érdekesnek tartom a gondolatát, ő arra fűzte fel gondolatait, hogy az angyalok azt mondták az asszonyoknak, akik megtalálták az üres sírt húsvét-vasárnap hajnalán, hogy a mester, vagyis Jézus azt üzeni, menjetek Galileába, mert ott majd találkozhattok velem. És Ferenc pápa arról emlékedett, hogy mit jelent a mai ember számára így átvitt értelemben képletesen ez a Galilea. És azt mondja, hogy ez egyrészt azt jelenti, hogy hagyjuk el a mi kis komfortzónánkat, hagyjuk el, azt, hogy csak azokkal az emberekkel érintkezünk, akikkel jól megértjük egymást, merjünk kilépni a pogányvilágba, merjünk kilépni a többi ember közé, azok közé, akikkel nem értünk egyet, akikkel más a világnézetünk, és vigyük el nekik is az örömhírt. És a másik gondolata a Szent Atyának pedig az volt, hogy tekintsünk a jövőbe, hagyjuk azt, hogy a remény hassa át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, és, és bizalommal forduljunk a jövő felé. Hát mondjak egy személyes példát, annak idején riporter koromban 20-25 évvel ezelőtt nagyon sokat forgattunk a Szegedi Fegyház és Börtön. Ott bezárva, elzárva nehezebb megélni, nem csak a húsvétot, főleg a karácsonyt és más ünnepeket is. És beszéltem egy életfogytig Gilanra itt, akkor még 20 év volt, más volt, emberölésér volt többen és gyönyörűen festett, de gyönyörűen tájképeket, és mondom, honnan tudja, hogy milyen egy táj, amikor maga 15 éve itt van. És azt mondta nekem, hogy csak a test van itt bezárva, a lélek nem. Persze, tehát ezt tanáraink is úgy mondták nekünk iskolában, hogy amit megtanultok, az senki nem veheti el tőletek. És ugyanez igaz a hitre is. Tehát igaziból tényleg meg lehet hurcolni valakit, be lehet zárni valakit börtönbe, lehet, hogy valaki egy baleset folytán élete végéig ágyhoz kötött lesz, de ö, a lelkünkben ilyen módon ö, a testünk az, az, az nem tud kárt tenni, tehát hogy, 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 mi van a szívünkben, hogy tudunk-e szeretettel lenni a másik iránt, hogy ott van -e ez a remény, amiről az előbb beszéltünk, ö, ez, ez, ez részben legalábbis független attól, hogy milyenek a külső körülmények. Tehát és el tudom képzelni, bár tény, hogy nagyon nehéz, én is voltam börtönben lelkipásztorként, találkoztam elítéltekkel, súlyos bűnözőkkel is, és, és először azt gondoltam, hogy na, majd mit tudok nekik mondani, most nekik beszéljek a szabadságról, akik ott vannak a börtönben, de igaza van szerkesztő úr, hogy tényleg van, aki ezt meg tudja élni, hogy annak ellenére, hogy a külső körülmények finoman szólva nem ideálisak, de meg tudja élni azt a belső szabadságát, és én azt hiszem, hogy itt újra visszakanyarodunk a reményhez. És hogy ez a feladatunk, hogy ezt a reményt, ami ott van a szívünkben, főleg most húsvétkor, ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem próbáljuk meg átadni egymásnak, hogy ez, ez terjedjen, mint amikor tegnap este a feltámadási szertartáson olyan szép volt a, a tűzszentelés, a fényünnep, hogy először csak az egyetlen húsvéti gyertya ég, amely Jézus feltámadását jelképezi, majd pici kis gyertyákkal továbbadtuk egymással a lángot, és, és a végén már több mint 500 kis gyertya éget nálunk a templomban. Na, valahogy így lenne jó, hogyha terjedne a remény, hogy, van élet a halál után, és hogy a jó igenis le tudja győzni a gonoszt. Húsvétkor közösen gyászoljuk a keresztre feszítést, és közösen reménykedünk a feltámadásban, és amikor Jézus feltámadott, közösen örülünk. Így aztán húsvét a közösség összetartó erejét is szorosabbra vonhatja. Egészen biztosan. Én őszintén úgy gondolom, hogy az igazi öröm az a megosztott öröm. Gondoljunk bele, hogy milyen szép gondolat ez megélte. Tehát, tehát, hogy milyen szomorú, ha valaki mondjuk egyedül ünnepli a születésnapját, mondjuk. Ez nem fából vaskarika? De hát egyszer láttam egy, bocsánat, messziről jött példa, egy ingatlan hirdetést, ahol hirdették, hogy micsoda luxus ingatlan, és egy mozi is volt benne, egy mozisoba. És az volt megdöbbentő, mert fénykép volt hozzá, hogy ott egyetlen egy fotel volt. És valaki aláírta a kép alá, ez a világ legszomorúbb mozia, mert csak egy ülés van benne. Jó, nem mondom, van, amikor az ember egyedül is megnéz egy filmet, de az igazi öröm az a megosztott öröm. Ha születésnapon van, én nem úgy fújom el a tortán a gyertyákat, hogy, hogy egyedül vagyok, mert annak nincs olyan igazán sok értelme. A húsvét is, meg az összes ünnepünk akkor nyeri el az igazi értelmét, hogyha ezt közösségben tudjuk meg, megélni, erősíteni egymást, támogatni egymást, a, a közösségben megélt öröm az igazi öröm, és ezt tudjuk megosztani. És ez a közösségi élmény aztán húsvét után is tart. Remélhetőleg nagyon soká. A húsvét egyrészt a nagybőtnek a végét is jelenti, de szerintem még ennél is fontosabb, hogy most kezdődik az az időszak, amikor kifejezetten arra gondolunk mi keresztények, hogy Jézus ma is él, és itt van köztünk. Tehát az egy dolog, hogy 2000 évvel ezelőtt feltámadt már, ez is nagyon euh, durva, ha szabad így mondani, hogy, hogy, szinte hihetetlen, na de az, hogy ma is itt van köztünk, és felfedezhetjük őt az embertársunkban, felfedezhetjük őt a rászorulóban, találkozhatunk vele a Bibliában, vagy éppen a Szentmisén, a Szentáldozásban, ez egy olyan nagyszerű dolog, nem vagyunk egyedül. És a végén egy gondolat a Szent Atya hamarosan hazánkba látogat. Hála Istennek, nagyon-nagyon örülök neki. Egy picit aggódtam, amikor most betegeskedett, és, és, kórházban volt néhány napot, de hát nagyon úgy tűnik, hogy az utazásnak nem lesz szakadálya, mi óriási örömmel látjuk őt, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára megerősítés lesz, és ő is ezt a reményt fogja elhozni nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Az április végi pápa látogatás eseményeit a közmédia csatornain folyamatosan figyelemmel kísérhetik majd. A Szent Atya Budapesti programjának minden részletéről beszámolunk.